kedves nézőink, önök szerint melyik a legnépszerűbb szerb hangszer? A szerbek között egyébként nincs egyetértés. A tamburások azt mondják, hogy a tambura, a harmonikások azt mondják, hogy harmonika. Megpróbáljuk kideríteni az igazságot, miközben megmutatjuk azt is, hogy milyen a koló. Radványi Dórit kapcsoljuk és Pomászt. A szerb nemzeti népi hangszerek között jelen van a harmonika is. Milyen szereppel bír a szerb népzene területén ez a népszerű hangszer? Hát szerintem nagyon nagy szerepe van a hangszernek. Teljes zenekar, nagyon szép hangszíneket lehet kihozni rajta. Népzenéhez, kultuszhoz, kíséréshez, dalokhoz, szinte tánczenéig, minden műfajba. Szinte nemzeti hangszer szerbeknél is. És ez a nemzeti hangszer, ez most pillanatilag, ami önön van, az a tangó harmonika, de gombos harmonikát is hozott magával. Hát természetesen, főleg ezt a hatsorost, mert a szerbeknél nagyon szeretik hatsorost, világszinten a ötsoros, de viszont a nagy technikai zenénél, meg a kivételeknél, meg a nagyon jó muzsikusoknál jobb az a hatsoros, mivel hogy hát ismétlődik még egy sor, és nagyon jó kis kólókat, meg technikai zenéket ki lehet rajta produkálni. Könnyű elkészíteni egy harmonikát, tekintettel arra, hogy ön harmonika készítőmester is? Hát nem éppen. Hát természetesen teljesen akusztikus hangszerű van a szó, és szinte kézi munka. Használnak gépeket, segédeszköznek, de hát sok összetevője van. És egy kicsit szólaltassuk is meg ezt a szép harmonikát. Köszönjük szépen! Most hallhattuk, hogy hogyan is szól ez a szép hangszer, a harmonika, de vajon gyakorlatban hogyan is szól a harmonika, amikor kíséri a kólót? Ezt majd Dóri megmondja nekünk, és megmutatja nekünk. Hát Anica mutatja meg, úgyhogy Anica vezénye egy légykedves. No, hogy is vannak a kóló lépések? Elindulunk, hát igen. Az egyszerűbb fajtáját nézzük. Elindulunk jobb lábbal jobbra. Jobb. Bal, és kifordul, tititá, aztán bal, jobb, tititá, ezt nem kell mutatni tovább. Jobb bal, tititá, és zenénk is van. Aha, tititá. Akkor próbáljuk meg a zenére. Igen, és ez ennél lehet sokkal virgább is. Jaj! De egyelőre most ez menje, és próbáljuk meg zenére. A kóló mit is jelent? A kóló az körtáncot jelent. Körtáncot jelent. Ugye összefogózkodunk sokan. Azt hiszem elvesztettem a járást. Mi is elvesztettük, mert nem halljuk a zenét. Ugye? És összefogózkodunk egy nagy-nagy körben, minél nagyobb kör annál jobb. Kicsik, nagyobb, felnőttek, lányok, fiúk. Kicsik, nagyobb, felnőttek, lányok, igen. És te vagy ott a végén a kólóvezető, és az, hogy hívják? Úgy hívják, hogy kólóvodja. Általában azért az idősebb férfiak, a tapasztaltabb generáció vezeti, de most őt kaptuk, de ő is tudja. Na, nagyon szuper. Igen. Ennek hányfajta variációja lehet? Hát ennek nagyon sok van. Most próbálunk itt a salakon egy kicsit olcsóbb menetet nyomni, és nagyon egyszerű. Nagyon sok variáció van minden kólónak, és egyébként meg mindenki, aki már járatos ebben, az tud saját maga improvizálni, virgázni, mondjuk. Virgázni? Virgázni. Virgáznak a fiúk, hallottuk minden. Én azt hiszem, hogy teljesen egyéni virgázást adok elő. Ezt majd tovább fejlesztjük az opánkéval. De teljesen jó, olyan, mint hogyha mindig ezt csináltuk volna, ugye? Salakon, magas sarkúban, rendhagyó, kólózás. Hányan vagytok, amikor úgy összejöttök igazából kólózni? Hát, igazából ez most attól függ, mert azért vannak bulik, táncházak, bálok, vannak próbák, ott ez különböző történet. A táncházakban is változó, azért olyan 80-100 körül szokott menni, egy bálon 200-300 ember helytől, alkalomtól függően. A próbáinkon általában 20-an vagyunk, mert annyi a körülbelül 20-30 a létszám. Ó, oh, van egy kologogyánk. Na, csak Freddy, hogy vannak a lépések? Jó, bal, tititá. De mi virgázunk. Mi megtanultuk a gyorsabbat és a jobbat. Azért Freddy.
Az a lényeg, hogy jó dolgod van, mert van, aki kucsmában ropja. Ezt is megtanultuk pólózni, legalábbis én a kezdőcsoportban. Az opánk készen a haladóban. Ezen a salakon biztos. Jövünk majd még. Bonyolultabb lépésekkel is.